Elfogadta a fővárosi közgyűlés a Budapest 2018-as költségvetését. A költségvetés főszege 376,8 milliárd forint, ennyiből gazdálkodhat a főváros. A büdzsé több nagy fejlesztésre szánt összeget is tartalmaz, ilyen a Lánchíd felújítása, a 3-as metró felújítása és a Rácz-fürdő fővárosi tulajdonba vétele. Ezekről is kérdezem Tarlós István főpolgármestert. Jó reggelt kívánok, köszönöm szépen, hogy befáradt. Hát ha már itt számot mondtam, és nem akarom nagyon terhelni a nézőinket, azért egy másik számot hagyd tegyek mellé. Ugye ez a költségvetés ez úgy néz ki, hogy a bevétel az 245 milliárdra tervezett, a kiadás pedig ugye erre a bizonyos összegre, amiről beszéltem, ez a 376 milliárd. Elképzelhetőnek tartja, hogy egy ilyen méretű város, és akkor konkrétan Budapest költségvetése ezt a két számot kiüsse, tehát hogy nullszaldós legyen, utánbocsánynyereséges legyen? Egészen biztos, hogy így van. Fontos megjegyezni, és azért is köszönöm ezt a kérdést, mert hiszen az ellenzéki kritikák arra alapozódhatnak csak. Hozzá kell tennem, szinte nem volt vita, összesen két kérdés volt a költségvetési vitában, ami gyakorlatilag példátlan, és nem tudom, tudja-e, még MSZP-s igen szavazatot is igen, kaptunk. Igen, itt olvasom, éppen, hogy Tóth József a 13. kerület szocialista polgármestere. Ráadásul a legfajsúlyosabb MSZP-s szavazott igennel. Sikeres gyakorló polgármester nyilván tudja, hogy miért tett. Tehát összesen 13 ellenzéki képviselő van, és 4 vagy 5 nem szavazat volt. Több tartózkodása működ, tehát amit mondani szerettem volna... De ez minek köszönhető? Megszerették Önt? Mármint, bocsánat, már itt Tóth Józsefre gondolok. Mármint az ellenzék? Az ellenzék, igen. Hát éppen ideje volt, de komolyra fordítva a szót, nem mindegy, hogy a hitelt mire ütemezik. Ahogy Ön is a bevezetőben említette, itt ebben az évben is elég komoly fejlesztéseink folytatódnak, illetve indulnak. Ez a különbség, amit említett, ez mind-mind az utolsó fillérig fejlesztési hitel, amivel ellensúlyoznunk kell, és ennek erre is megvan a fedezetünk és az elképzelésünk is. 2010 óta működési hitelt se a főváros, se a BKV nem vett fel. A működési eredményünk 2017-ben is pozitív, és 2018-ban is pozitív lesz. Picit bele tudunk menni a számokba? Tehát, hogy mik a legfontosabb, legfajsúlyosabb tételek a költségvetésben? Nézze, ennyi számot nem mondjunk a nézőknek, mert a végén egy számháborúba fogunk mi is belefutni. Inkább azokat a projekteket ismételjük át, amelyek komolyan érintik a budapestiek életét. Tehát folytatódik a 3-as metró felújítása. Ez most már visszafordíthatatlan, és ez is volt a célom. Itt bocsásson meg, hogy a szavazás, mi van ezzel a népszavazással, ez most hogy áll? Hát nézze, röviden érintsük csak, mert alapvetően elrontott az MSZP, ugye ebben az ügyben teljességében hiteltelen személyre bízta, gyakorlatilag belefulladtak ebbe a népszavazásba, egy elég ügyetlen kommunikációval, egy magyarázhatatlan pillanatba szálltak ki, gyakorlatilag nem tudták összegyűjteni az aláírásokat, ez egyébként megjósolható volt, és ettől függetlenül, és jóval már azt megelőzően, hogy a népszavazást kezdeményezték volna, a mozgáskorlátozottakkal folyamatos egyeztetésben vagyunk, most már több mint valószínű, hogy meg fogunk tudni egyezni, és az Unió is leszögezte, hogy az a típusú akadálymentesítés, amit itt a szocialisták hát idézőjelben elképzeltek, az nem indokolt, és semmilyen jogszabály nem írja elő. Nem is az a lényeg, hogy ők mit gondolnak, vagy mit kiabálnak, hanem az, hogy a mozgáskorlátozottakkal meg tudjunk egyezni, ami a legjobb úton van, és gyakorlatilag valamilyen akadálymentesítést minden állomás kapni fog, szemben azzal, hogy a 2-es metrónál korábban épp a kezdeményező ugye 10%-os akadálymentesítést biztosított, ami pedig a nagy beruházásokat illeti, hát nem is relatív, ezek tényleg komoly beruházások, 3-as metróról beszéltünk, a másik, ami nagyon fontos, hogy az árvízvédelem folytatódik. A római parton az Aranyhegyi árok, a Barátpatak és a Pünkösfürdői csomópont az mindenképpen kivitelezési stádiumba kerül ebben az évben, és még ebben a ciklusban, bár a választás időpontja indiferens számomra, be is fejeződik, az Aranyhegyi árok a legnagyobb fejlesztés lesz 100 éve a budapesti árvízvédelemben. Megkezdődik a Lánchíd felújítása. Na, az izgalmas lesz. Az mikor? És mennyibe kerül? Ez egy komplex projekt. Nézze, ez kétütemű beruházás, és van egy harmadik lába is. Az
tulajdonképpen az első, ennek forgalomszervezési okai vannak. Egy ráncfelvallás kell a Baksomóponti felüljáron végezni, ami szintén nagyon rossz állapotban van. Ezzel kell kezdenünk, azért, mert a Baksomópontot és a Lánchidat egyszerre lezárni, az forgalomszervezési szempontból kezelhetetlenné tenni a helyzetet. Az volt az eredeti elképzelésünk, hogy először a váralagutat újítjuk föl. Kiderült, hogy az nincs olyan rossz szerkezeti állapotban, csak csúnya és elhanyagolt. A két ütem úgy néz majd ki, most már a Baksomóponton túlléptünk, hogy a Lánchidat és a pesti oldalon a kettes villamos alagútját és azt a csomópontot egy ütemben felújítjuk. A kezdés az nem egyforma, nem ugyanabban az időpontban lesz, a Lánchidat előbb kezdjük, kicsit retard módon kezdődik a pesti híd főfelújítása, mert annak a kivitelezési ideje rövidebb. Ez mikor várható egyébként, a kezdés? Hát nézze, nem szívesen mondok én hetet, hónapot, napot, mert abból könnyen ellenzéki bulvárkavalkát keletkezik, a három nappal eltér, de az valószínű, sőt bizonyos, hogy szeptemberig a Lánchídnak a felújítását megkezdjük. A második ütem pedig a váralagút lesz majd, és tegyük hozzá, hogy a Clark Ádám tér, bár az egy olyan kicsi, kb. 300 milliós beruházási elem, ami a többi mellett alig említendő meg. Összességében ez egy 20 milliárdot meghaladó beruházás, de folytatódik a Margit Sziget projekt az elmondottak mellett. De ott lesz tenisztadion, vagy nem? Mert ugye itt most láttunk egy óriási gigászi tervet. Rögtön egy szót arról is váltunk, csak a teljesség igénye nélkül a BKV járműállományának a cseréje folytatódik. A buszokat, metrókat, trolikat 100%-ban lecseréljük 2010-hez képest 2019 végére, és a villamosoknak is több, mint az egy harmadát. Ez egy sokkal nagyobb dolog, mint sokan gondolnák, hiszen 2010-re a BKV járműállománya gyakorlatilag teljesen leamortizálódott, óriási, sok 100 milliárd forintos belső adóssággal, amely keletkezett ebből. Ami pedig a tenisztadiont illeti, hát azon senki nem vitatkozik, és mi is támogatjuk, hogy tenisztadion épüljön. Egy elég szerencsétlen időpontban és szerencsétlen körülmények között került sor ennek a törvénynek az elfogadására, amivel az akkor külföldön tartózkodó miniszterelnök úr se írt egyet egyébként. Tenisztadion épülni fog, de nem úgy és nem akkora, mint ahogy a híradásokból következtetni lehetett első látásra, és nem is olyan körülmények között persze, mert hogy a hatósági eljárásokat, inkluzíve az árvízvédelem szempontjait figyelmen kívül lehet hagyni, tehát a gyerekség, ahogy az sem valósul meg, hogy egy 9 emeletes monstrum épülne a Palatinus mellé a budai Dunaparton, a Margit-szigeten. Tehát lesz tenisztadion, sokkal kisebb, csak a fővárossal való egyeztetés és a közgyűlés egyetértése esetén Rogán miniszter úrral kiadtuk a közleményt, tehát annak megfelelően fog mindenki eljárni, ha egyáltalán köztársasági elnök úr megfontolásra nem adja vissza, ezt nem tudom, ez az ő kompetenciája. Polgármester úr, nem költségvetés, de azt gondolom nagyon fontos, hogy beszéljük róla, nagyjából fél percecskénk maradt. Nagyon hideg van, és hogy a hajléktalanokkal terveznek-e valamiféle segítségnyújtást? Hogyne, köszönöm a kérdést. Éppen tegnap volt késő este is egy konzultációban az ügyben. Közel 6000 férőhely van a budapesti szállásokon. 88%-os a kihasználtsága a férőhelyeknek. A főváros ezzel foglalkozó szakirányú cége, a Máltaiak és a Menhely Alapítvány, tehát hárman is foglalkoznak a problémával. 283 szabadágy még mindig van, és ezen kívül is van lehetőség további 130 fő elhelyezésére. Ez a bizonyos vörös kód, amiről a televízióban hallanak, ez akkor szokott érvénybe lépni, ha a napi középhőmérséklet mínusz 10 Celsius fok alá süllyed. Budapesten, és azt jelenti, hogy minden szociális intézménynek, nem csak a hajléktalan ellátóknak be kell fogadni ilyenkor a hajléktalanokat, tehát még az idősek otthonaiba is valahogy nyilván nem keveredve, de elhelyezi biztosítanak nekik. Szeretnék egy telefonszámot bemondani, és azért van itt ez a szelet papír nálam, nehogy eltéveszem a számot. A 061
338-41-86-os telefonszámon egy diszpécser szolgálatnak mindenki jelentheti, hogyha ellátatlan hajléktalannal találkozik, és a diszpécser központ el fogja igazítani, hogy hova, merre tovább kell ezekben az ügybe menni. De meg kell mondjam, hogy a Máltai Szeretett Szolgálat az utcai szolgálatban tökéleteset nyújt, és gyakorlatilag Budapesten nincs ellátás nélkül hajléktalan, csak esetleg az, aki sajnálatos módon teljes mértékben elutasítja ezt. Főpolgármester, köszönöm szépen a beszélgetést. Én is köszönöm a lehetőséget.